Na, sziasztok! Egy régi ősi népi hangszert szeretnék nektek bemutatni. Ez nem más, mint a doromb. Több ezer éves múltra tekinthető vissza. Hát azt hiszem Ázsiába terjedt el leginkább. Fából, csontból, részből, vagy vasból is készítik. Nálam most egy kovácsolt vas dorom látható. Népiesen nevén dungó, vagy szájdoromb. Ugyebár először azt hiszem Európában, ha jól tudom, a kelták és a germánok használták először. Ez egy nagyon egyszerű hangszer, de mégis dallamokat lehet belőle kicsalni, sőt ritmus hangszerként is használható. Áll egy keretből és egy rugóból. Ezt a keretet finoman a szétnyitott fogak közé helyezzük. Ugyebár így nem nagyon van hangja, de viszont ha ráfoljuk a levegőt, akkor mindjárt megjön a hangereje, mindjárt megjön a hangja. Ritmus hangszerként úgy használhatjuk, hogy levegőt folyunk rá. Például. Következő dolog, dallamokat is lehet kicsalni belőle, az pedig a szájüregnek a térfogatának a csökkentésével, illetve növelésével tudjuk elérni. Tehát... Érdemes jó minőségi dorombot vásárolni, mert vannak ezek az olcsóbb, ugyebár ilyen előre készített dorombok. Ezek a ilyen gyárjak. Ezeknek sajnos nincs olyan hangjuk, most meg is mutatom. Ennek nagyon gyenge a hangja, ezért érdemes ilyen kovácsolt, általában utána néztek a neten, kézzel készített kovácsmester dorombokat érdemes vásárolni. És mindenkinek jó szórakozást, aki kedvet kapott hozzá, az vásároljon magának egyet, és szórakoztassa önmagát és a barátait, úgyhogy sziasztok!